Tekintve, hogy a májusi budapesti Európa-bajnokságra és a nyári tokiói olimpiára is szintet lehetett úszni az országos bajnokságon, nem meglepő, hogy a Duna Arénában rajtkőre állt a teljes hazai élmezőny. A nyíregyházi sportcentrumot hatan képviselték, és végül az előzetesen tervezett 3-4 dobogós helyezéstől elmaradva két Szurovcsák Ivett által szerzett bronzéremmel ért haza a fővárosból a csapat. Ivett még egy 5. helyezést ért el, 6-házi Dóra 200 pillangón az 5., 100 méter pillangón pedig a 7. helyen végzett. Szintén döntőbe jutott a 4x100 méteres vegyes mixváltó, amely 5.-ként zárta az országos bajnokságot. Van bennem hiányérzet, ugye a terveknek megfelelően és a felkészülésnek megfelelően tűztem ki a célokat, sajnos nem sikerült elérni. Több oka is volt, sérülés, illetve betegség is hátrát adott egy kicsit minket a végén, de én úgy mondom, hogy nem lehetünk maradéktalanul elégedetlenek. Nagyon örülök az két éremnek. Igaz, lehetett volna fényesebb is, bár nem az éremért, inkább időeredményért mentünk, ugye itt EB szint volt a cél, akár a Dórin, akár az Ivett esetében, mind a kettőnek reális volt. Várjuk a szövetség döntését, ugye holnap lesz a Magyar Úszó Szövetségnek edzőbizottság ülés, illetve elnökség ülés, várjuk az EB keret kijelölést. Szurovcsák Ivett az 50 méteres mellúszásban 31,73 század másodperces idővel, a 100 méteres távon pedig 1 perc 9,87 százados idővel ért harmadiként a célba. Mint később kiderült, a nyíregyházi úszónő már nem teljesen egészségesen versenyzett. Az érmeknek örülök, időben sokkal jobbat szerettem volna 50 és 100 mellen, az most nem jött össze, igazából tudom is az okát most már, hogy miért. Ennyi volt így most bennem, viszont 200 mellen sikerült egy nagyon jó időt úsznom az előfutamba, és annak viszont nagyon örülök, illetve a két éremnek. A fiatal nyíregyházi úszók számára a tapasztalatszerzés és az egyéni csúcsjavítás volt a cél az országos bajnokságon. A szakák vezető elmondása szerint elégedett volt a látottakkal. A fiatalok közül is a Barna Biancát emelném ki, aki egyéni csúcsot javított 50 méter mellen, illetve 100 méteren. 200-on ugyan nem sikerült, és tavaly döntőbe került, de most sokkal jobb időt úszott, kicsit erősebb volt a mezőny, nem is kicsit. De én úgy gondolom, hogy övé a jövő a mellúszásba, és minden lehetőség előtte van, megfelelő edzésmunkával és alázatos munkával ő ott tud maradni az élvonalban. Megdicsérem a fiúkat, ugye Tajti Milán 1500 méter gyorsan úszott egyéni csúcsot, 400-on javított, a lengyel áron 100 pillangon 100 gyorsan tudott javítani, és a Veres Fannit is kiemelném, aki a lány vegyes váltóban hozta a gyorsúszást a végén, 1 perces idővel, ifjúsági lánynak, ez egy nagyon jó eredmény. A nyíregyházi úszók egy csoportja kedden elutazott Dunaújvárosba a serdülő és gyermekkorosztály legnagyobb hazai megmérettetésének számító aranyüst úszóversenyre. A felnőttek számára pedig a júniusi Budapest bajnokság lesz a következő jelentős verseny.